Zsombor, ma, te vagy? Szia, nagy István. Szia, Vajtán Balázs. Szia. Engedi Krisztián. Átöltözöl itt vagyok? Bubi! Ki ez? Nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a felnőtt csapatunknak a barlangjába, ahol a nagy események szoktak zajlani. Ugye a pályán vannak a legnagyobb események, itt előtte meg a nagy események. Mert itt dőlnek el a nagy titkok, itt vannak azok a nagyon fontos dolgok, amiktől aztán a pályán olyan lesz a játék, amilyennek mi edzők szeretnénk. Örülök, hogy ilyen szép számmal itt tudtok lenni megint, és remélem, hogy nagyon nagy élmény lesz számotokra az, hogy a csapatunk felnőtt játékosai bemutatják nektek ezt a kis helységet, illetve a hozzá kapcsolódó még kiszolgáló szobákat és helyeket, hiszen mindannyian ide vágytok. Tegye fel a kezét, vagy mondja meg, nyugodtan itt egymás között vagyunk, senki nem látja, csak a videó, hogy ki az, aki álmodott már arról, hogy NB1-es futballista lesz. Nyugodtan tegye fel a kezét. Ez, ami most itt történik ma veletek, ez segíti az álmodásnak azt a részét, hogy hová szeretnétek eljutni, és erősíti bennetek azt a hitet, hogy igenis el lehet jutni oda. Ezt azért mondom nektek így, mert én is mindig arról álmodtam, hogy nekem szól a válogatott himnusza, és hát játékosként soha nem történt ez meg, de edzőként igen. Tehát elértem az álmomat, és azért gondolom, hogy ti is elérhetitek ezt a lehetőséget. Kívánok nektek nagyon sok szép élményt a mai napra, nagyon jó kis baráti beszélgetést a felnőtt csapat játékosaival, jó edzést, és egy klassz élményt, amit majd az unokáitoknak is el fogtok mesélni. Köszönöm szépen, és jó edzést kívánok! Én úgy gondolom, hogy hozzájárultok ti is. Bocsánat, az ilyen programok ahhoz, hogy nekünk is jobb legyen a hangulatunk, nekünk is jobb legyen a teljesítményünk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és köszönjük azt, hogy vidámabbá teszitek a napunkat, és hogy jobb teljesítményre tudtok minket sarkalni.